Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében csak nem 30 ezer gazdálkodó szervezet számára kötelező az éves kamarai hozzájárulás megfizetése. Az elmúlt évben a vállalkozások háromnegyede fizette be ezt a díjat, amiért cserébe a kamara különböző tájékoztató előadásokat tart, valamint kapcsolatépítési lehetőségeket is biztosít a tagok számára. Március 31-én jár le az ezévi fizetési határidő, tehát várjuk a gazdálkodó szervezeteket, hogy eleget tegyenek ennek a kötelezettségnek. A tavalyi évben is és az idén is már azt a gyakorlatot folytattuk, hogy levélben értesítettünk minden gazdálkodó szervezetet arról, hogy ez a határidő közeledik, hiszen nagyon sokan megfeledkeztek róla. Az első időszakban volt, aki azt gondolta, hogy ez csak egy egyszeri díj, tehát hogy csak 2012-ben kell megfizetni. Összekeverték a vállalkozók azzal, hogy a regisztrációs adatlapot 2012-ben kellett kitölteni, akkor kellett beadni. Ezt nem kell minden évben megismételni, csak akkor, hogyha a leadott adatokban változás történik, vagy ha egy vállalkozás alakul, és azt 5 napon belül a kamara felé jelezni kell. 2012 óta kötelező a kamarai hozzájárulás megfizetése a gazdálkodó szervezeteknek, ezért a tavalyi évben már megkezdték a 3 évnél régebbi tartozások behajtását. Az elmúlt évi adatokat figyelembe véve a 2015-ben 75%-a fizette be a gazdálkodó szervezeteknek ezt a kamarai hozzájárulást, és ehhez igazodva mi elkezdtük a behajtási folyamatot is, hiszen ez az összeg, ez köztartozásnak minősül, és a NAV-nak folyamatosan tudjuk átadni ezeket a tartozásokat. A hozzájárulás megfizetését folyamatosan nyomon követik a kamara munkatársai, és minden befizetéskor a legrégebbi tartozást írják jóvá, tette hozzá a főtitkár.